Halló, halló! Szia, Mikulás! Szervusz! Hogy hívlak téged? Kis Nimród. Szevasz, Nimród! Na, miért hívtál fel? Mit szeretnél tőlem? Várlak téged, Mikulás! Aha! Az mit jelent? Kipucolod szépen a cipődet, igaz? Igen. És kiteszed Már az ablakba? kitettem. Már ki is tetted? Igen. Hát akkor most mi van rajtad? Mi van a lábadon? Vagy egy másik cipőt tették ki? Kettőt. Ja, kettő, értem. És te még óvodába jársz, Nimród? Igen. Melyik csoportba? Melyik csoportba jársz, Nimród? Nagy csoportba. Ó, hát te már nagyfiú vagy akkor. Igen. Aha, értem. És milyen ajándékot szeretnél? Csoki. Csokit. Igen. Melyik a kedvenced, Nimród? Kinder Kinder tojás. Aha, azt szereted a legjobban? Aha, és miért szereted azt a legjobban? mert van benne játék. Aha, akkor szeretsz játszani nagyon, igaz? Igen. Mivel szeretsz a legjobban játszani? Áronnal meg Fejes Butival. Aha, ők a barátaid? Igen. Értem. És ők is nagy csoportosok. Áron már iskolába jár. Aha, hát ő akkor nagy fiú. És jó gyerek voltál az idén? Igen. Szót fogadtál mindig? Igen. Értem. Hát akkor megérdemled a csokit, illetve a kinder tojást. És Igen. csokit nem is kérsz? De. Az milyen legyen? Milka esetleg? Nem szereted a Milka csokit? Na, akkor viszek neked Milka csokit is, rendben? Jó. És mit szeretnél még mondani nekem, Nimród? Te most igazi vagy? Hát hogy ne? Hát én vagyok az igazi Mikulás. Jó messziről Annyi. beszélek. Tessék. Jó messziről beszélek. És hol vagy most? Hát az északi sarkon. És messze van? Ojoj. Nagyon messze. Több ezer kilométer, Nimród. Na, én nem megyek oda. Hát hideg is van itt, bizony. Meg hallom, Debrecenben is hideg van. Jó felöltöztél? Igen. Ha, helyes, helyes. Nehogy megfázzál itt Mikulás előtt. És hol vannak a manók? A manók, hát kettőt elküldtem oda a fórumba, Debrecenbe, ott állnak a kint. Az a két kis manóm. A többiek meg csomagolják az ajándékot. Úgyhogy ők vannak ott ketten, a többiek meg ajándékot csomagolnak, érted? Igen. Aha. Nagyon sokat kell nekik dolgozni. Nagyon sok gyerekhez megyek. Tessék! Nagyon sokat kell nekik dolgozni, a manóknak. Miért? Mert nagyon sok ajándékot kell csomagolni. És létezik Krampusz? Hát van Krampusz is, csak az most nem jól viselkedett. Azért nem viszem magammal. Hol van? Itt van ő is velem, az északi sarkon. És milyen nejesztő? Ú, nagyon. Van két nagy piros szarva. Jaj! Meg piros farka. Nagyon ijesztő. Meg rosszalkodik mindig. Én akkor nem nézném meg. Hát elhiszem. Nagyon rossz mindig. Ő szokta vinni a virgácsot. Ő készíti a virgácsot. Igen. És hol vannak a rénszarvasok? Hát a rénszarvasok most kint vannak, most éppen esznek. Az előbb etettem meg őket. Mit tesznek? Milyen varázslatos füve? Szénát, varázsszénát kaptak. Én azt már ismerem. Igen? Honnan Igen. ismered? Hát, már láttam. Láttad? Aha, és szereted a Igen. szarvasokat? Tessék? Tetszenek neked a szarvasok? Igen, az akarok lenni. Na, mi, szarvas? Igen. Hát te nem lehetsz szarvas. Miért? Hát, mert te ember vagy. És ha ember vagyok, akkor ember vagyok. Akkor nem lehet szarvas, így van. Hát de lehet neked szarvasod, ha nagy leszel. Vagy akkor én leszek,
Megölengetek, és akkor én leszek a Mikulás. Hát igen, igen. Csak ott sokat kell tanulni. Hát sokat. De hogy? Hol lettél Mikulás bácsi? Hát én is sokat tanultam. Sokat tanultam hogy? Én is. Hogy? Hát mindig odafigyeltem az iskolába, szót fogadtam, jó gyerek voltam. És akkor így lett belőlem Mikulás. Érted? Te is azt szeretnél lenni, Mikulás? Igen. De hát ahhoz fel kell nőni előbb. Igaz? Meg kell nőnöm. Meg bizony. És ha megnövök, akkor mit csináljak? Hát akkor mindig jó kell viselkedni, mindenki segíteni kell, és akkor majd te leszel egy idő után a Mikulás. Jó. Megfogadod? Tessék? Megfogadod ezt a tanácsot? Nem vagyok. Elfogadod ezt a tanácsot? Igen. Helyes. Ma örülök, hogy te is Mikulás akarsz lenni. Örülök neki. És a Manó lennék? Hát az is lehetsz, Manó is lehetsz. Csak a Manóknak sokat kell dolgozni. Jaj, akkor nem leszek. Inkább legyél Mikulás, jó? Jó. Annak sokat kell dolgozni? Á, a Mikulásnak nem kell olyan sokat. Csak neki sokat kell menni, sok helyre. Sok helyre. Bizony. És Nimród, mit szeretnél még mondani nekem? Azt szeretném, hogy szereted a mézes kalácsot. Imádom. Igen? Imádom, szeretem nagyon. Szoktam menni minden nap mézes kalácsot. És mekkora szakárod van? 27,5 centi. Jézus Mária! Nagyon hosszú. És a négyszárban sok jók? Hát nem mindegyik. Nem mindegyik. De rétezik olyan nevű a Rudolf. Hát ő a főnök köztük. Mi? A Rudolf? A Rudolf a főnökük, így van. Igen. A legrosszabb pedig a pamacs. Milyen pamacs? Hát a szarvasom, rejszarvasom. Az a legkisebb és az a legvirgoncabb. Legvirgoncabb. Igen, igen. Rudolf meg a legnagyobb, és ő a legokosabb. Legokosabb? Így van. És a leggyorsabb? És a leggyorsabb. Így van, Nimród. Ezt jól mondtad? Igen. Igen. De biztos láttam már róla képeket, rejszarvasokról, igaz? Igen, láttam. Na, aki elő megy, legelől, az a Rudolf. Onnan lehet megismerni. És milyen manóid vannak? Hát, többféle van. Van kicsi, nagy, kisfiú, kislány manó. Most két kislány küldtem oda. Amúgy itt vannak a manók. Hát ők két kislány manó van ott. Itt van két kislány manó. Így van. A többiek meg itt vannak velem. És hogy beszélnek? Hát manó nyelven. Manó nyelven? Hogy így? Bleble? Aha, igen. Blablabla. Bla, bla. Akkor az semmi, hogy így beszél a bleble. Hát ők értik egymást. Csak te nem érted. Ja. Érted? Igen. Aha. Na, mit szeretnél még mondani nekem, Nimród? Azt szeretném mondani még... Hogy? Szia Mikulás! Na köszönöm szépen, hogy felhívtál! Jó! Szia Nimród, szia! Szia!